Tehát ez egy veszélyes kísérlet lesz, egy olyan dolog, amit ne próbáljon ki senki otthon, azért jöttem el ide hozzátok, hogy rajtad próbáljam ki. Nyilván, hát persze. Sziasztok, itt vagyok a Lurdi házban, mert hogy itt van a Hypernek a stúdiója. Azért jöttem, hogy csináljunk egy közös kísérletet nem newtoni folyadékokkal, de közben az is eszembe jutott, hogy mi lenne, ha hoznék nekik egy kis meglepetést, pontosabban csak Ákosnak, mert hogy most csak ő van itt. Úgyhogy ezért átalakítottam egy telefontöltőt sokkolóvá. Nézzük, milyen hatása lesz. Akkor most bemegyünk. Hello. Készen állsz? Készen. Nem tudod, hogy mi fog következni. De rám van írva, hogy not tested on animals, úgyhogy hogy állatokon ne kísérletezzünk, jó? Itt van egy régi Nokia töltő. Igen, és van rajta egy kapcsoló. Van rajta egy kapcsoló, mert egy picit meghekkeltem, de mivel nagyon odafigyelünk a biztonságra, ezért most elmondom az elején, hogy még véletlenül se szedjetek szét semmi olyat, ami a hálózatba beköthető, ha csak nem tudjátok abszolút, hogy mi az, amit csináltok. Nem fogom elmondani, hogy csináltam, mert félek attól, hogy más otthon megpróbálná. Ha elektronikában otthon vagy, akkor nyugodtan csináld meg, ha nem, és akkor tudni fogod, hogy mit kell tenni, ha nem, akkor viszont még véletlenül se próbáld ki. Tehát ez egy veszélyes kísérlet lesz, egy olyan dolog, amit ne próbáljon ki senki otthon, azért jöttem el ide hozzátok, hogy rajtad próbáljam ki. Nyilván, hát persze. No, a telefontöltő az úgy működik, bedugod a konnektorba, kijön a 230 volt, és bemegy a másik végén, ez itt fel van tüntetve, hogy 3,7 volt. Már is szabadon foglak, mert nem, először... Tehát a 230 badugom bele, a végén jön ki a 3, valahány tized. Szerintem ezt mondtam, na mindegy. Szerintem fordítva mondtad, és már gyanús ezek szerint, mert tuti, hogy megfordított valamit. Olyannyira megfordítottam, hogy most a másik végére kötöttem 9 voltot. Igen. Tehát az elképzelés az, hogy most nem ez a 3, valami, most nem megyek bele a számolásokba akkor, mert ezek szerint teljesen elkavarodtam, majd utólag visszahallgatjuk. Tehát 9 volt fog bejönni az egyik oldalon, a másik oldalon pedig nagyjából egy olyan 500-600 volt. De jó! És most én ezt, ha jól megfogom, akkor... Így van. Jaj lesz? Hát meglátjuk. Szerintem Ákosnak az arsz kifejezését érdemes megnézni. Ez az ilyen univerzális oktatóanyag, hogy a gyerek ne dugja be semmiét a konnektorba, mert ha bedugod, akkor ez lesz. Én még nem nyúlkálnék annyira hevesen. Tény, hogyha csak az egyikhez érsz hozzá az égvilágon, semmi gond nem lesz, mind a kettőhöz hozzá kellene nyúlni. Mire való a piros gomb? Megszakítja a folyamatokat, vagy elindítja a folyamatokat? Akár megszakítja, akár elindítja, tehát akár mind a kettőre is használható. Lényeg viszont, hogy nincs pacemakered, ugye? Inzulin pumpa. Én már sejtem egyébként, tudja az, hogy megfogom, akkor valamilyen csípés már fogok érezni, hát, de a piros gombban rányomsz valami boostot még. A turbo gomb. Tuti valami ilyesmi lesz. Na próbáljuk ki. Na mit kell csináljak? Fektesd át az ujjad, vagy ha igazán menő vagy, akkor így két ujjal is, igen. És semmi. Tehát a piros gomb fogja csinálni a tutit. És semmi. Így van, hiszen ebben egy kis transformátor van, ami áll két tekercsből. Amikor az egyik tekercsben elkezd folyni az áram, akkor az létrehoz egy mágneses teret, és ez a mágneses tér fogja a másik tekercsben létrehozni az elektromos áramot. Igen. Igen, ám csak, hogy ez váltakozó árammal működik, ugyanis az elektromos áram létrehozásához, az indukcióhoz változó mágneses térre, nem pedig csak simán mágneses térre van szükség. Egyre jobban félek, amikor ilyen tudományos magyarázata van valaminek, ott nagyon fog fájni. Úgyhogy beleraktam ide egy kis kapcsolót, ami nyitja vagy zárja az áramkört, akkor fogja nyitni, amikor elengedem a kapcsolót. Tehát arra kérlek, hogy rakd rá a kezedet, ez jobban fáj, mint ha zárnám. Tehát azzal, hogy elengedem a kapcsolót, csak húzom itt az idegeiteket, azzal, hogy elengedem a kapcsolót, megnyílik az áramkör. Au! Üt! Magyarázd el nekem létszás, hogy itt a volt, áramerősség, meg egyebek között. Tehát nagyon pici az áramerősség, nagyon rövid ideig tart ez az impulzus, tehát az nagyon fontos. Tehát ez alatt nem fog végbe menni benne semmilyen olyan változás, aminek maradandó következménye lesz, de azért minél hamarabb igyekszem majd el innen. Úgyhogy ha ezentúl nem lesz hyperadás, akkor az ennek köszönhető. De a lényeg az, hogy az áram erősség az, ami az nagyon pici. Az nagyon picike, itt maga a volt az, ami viszont. Az viszonylag nagy, de ettől önmagában még nem kell megijedni, ennél jóval nagyobb nem lenne célszerű, de ez viszonylag biztonságos. Ennek ellenére megismétlem, hogy senki ne alakítson át otthon telefontöltőket.
Megtennéd rabi, hogy ide teszed az ujjadat egy pillanat, ha csak nézzük meg, hogy működik-e. Ennyi volt mára, sziasztok! Ez gonosz, ez egy gonosz szerkezet nagyon. Ez egy gonosz szerkezet. Sziasztok! Sziasztok! No, hát lényegében ennyi volt. Ha kíváncsiak vagytok arra a kísérletre, amit közösen csináltunk, akkor nézzetek el a csatornájukra. Egyébként pedig hagyjatok egy megjegyzést, vagy akár többet is oda lenne a komment szekcióban, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!